Jó reggelt kívánok 2023. március 10-én, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, ennek a hétnek a végéhez közeledünk, az utolsó munkanapon. Köszönjük neked, hogy adtál erőt az egész héthez, adtál feladatokat, olykor próbákat is. És Urunk, olyan jó meglátni azt, hogy Te mindezekben is velünk vagy. Akkor is, amikor örömünk van, akkor is, amikor nehézségek. És köszönjük, hogy szabad nekünk mindent a Te kezedbe tenni, mert ott van a legjobb helyen. Így kérünk, hogy ezt a mai napot is Te áld meg, add, hogy a Te igédet megértsük, és hadáthassuk meg a Te igazságodat és szeretetedet egyszerre, hogy Te még most is gondot viselsz rólunk. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, és még egy kicsit hozzá. Ez pedig a Lukács írása szerinti evangélium 21. részéből, a 20. verstől kezdve a következőképpen hangzik. Jézus mondja: amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, ne menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Mert ezek a bosszú állás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Jaj azokban a napokban a terhes és szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdervednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó oszlopai megrendülnek, és akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, rémítő szavak, azt kell, hogy mondjuk. Olyan igék, amiket talán kevésbé szeretünk, mert arról beszélnek, hogy bizonyos tekintetben Jézusnak a követőit sem kerüli el a szenvedés, a pusztulásnak a meglátása. Nem árt, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban. Hogy a keresztény élethez hozzátartozik a szenvedés, a megpróbáltatás. Anélkül nem megy. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy a szenvedés vagy a próba az állandóan jelen van a hívő ember életében. Vagy éppen benne vagy, vagy kifelé mész belőle, vagy éppen afelé tartasz befelé. Hozzá kell is, hogy tartozzon az életünkhöz ahhoz, hogy egy kicsit megzabolázzon minket. Szokták úgy mondani, hogy a kutya is jó dolgában vész meg. Amikor az embernek nincs dolga, amikor nincs kísértése, amikor nincs szenvedés vagy fájdalom, akkor hajlamosak vagyunk arra, a Biblia így fogalmazza ezt, hogy megkövéredjen a szívünk. De ő ezt nem hagyja. Ad ilyen vagy olyan nehézséget, próbát vagy éppen szenvedést. Ez lehet egy betegség, valamilyen testi dolog, ami éppen fáj, de lehet lelki dolog. Azt kell meglássuk, hogy igazság szerint az örök szenvedés várna ránk. Azért, mert a bűn elszakít minket Istentől. De ő felkínálja a kegyelmet Jézus Krisztusban, mert a bűnt azt meg kell büntetni. De nem rajtunk bünteti meg, hanem önmagát áldozza fel értünk. Valójában az igazság és a szeretet szüli a keresztet. Isten igazsága és szeretete. Szabad meglátnunk mindazokban, amit felolvastunk, hogy mindazok ellenére, hogy a pusztulást elmondja Jézus, nem kerte, de azt is elmondja, hogy mi a menekülésnek az útja. És hogy
Ezt lehet valamilyen szinten elkerülni, lehet könnyebbé tenni, mert annyira szeret minket, hogy nem elpusztítani akar, hanem még ekkor is felkínálja a kegyelemnek a lehetőségét. Miért van erre szükség? Hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Be fog teljesedni. Megígérte az Úr Jézus, hogy vissza fog jönni. Eddig mindaz, amit megígért, beteljesedett. Ez is be fog. Hogy mikor, az persze nem tudjuk, erről már volt korábban szó. Vannak azonban jelek, amelyeket szabad meglátnunk. Éppen a tegnapi napon vehettem észre azt, hogy nálunk is itt már Szendrőbe a medgynek a rügyei duzzadnak, lassan kezdenek majd pattanni. Az aranyesőnél szintén még nem virágzik, de már látszik, hogy hogyan fog virágozni. És ebből tudhatjuk, hogy hamarosan jön a jó idő. Bízom benne, hogy így is lesz. Az Úr Jézus azt a példát mondja ott, hogy amikor zsendő már a fügefa, akkor tudhatjuk, hogy közel van a nyár. Hasonlóképpen, amikor ezek a jelek meg lesznek, amiket itt felsorolt, akkor tudhatjuk, hogy már nincs sok idő hátra. Valójában már az utolsó időkben élünk. Nem tudjuk, hogy mikor következik be. Mit tehetünk? Egyrészt felemelt fővel várjuk a mi megváltónkat, tudva, hogy ő már átvitt minket a halálból az életbe. Másrészt alázattal tűrjük azt, ami történik, hogyha az Úr Jézusért bántanak esetleg bennünket. Harmadrészt álhatatosak maradunk. Tegnap azzal zárult az ige, álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. Végig kitartani. Aki mind végig kitart, az üdvözül. Isten szeret, de ma pusztulását akarja az embernek. Ehhez viszont el kell fogadni, és hordozni kell naponta a keresztet, mert az igazság és a szeretet szüli a keresztet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, nem szeretünk szenvedni, nem szeretjük a fájdalmat, félünk egy kicsit tőle, legyen az akár egy fogorvosnál, vagy más egyébnél, és olyankor arra gondolunk, hogy vajon miért nem szabadítasz meg azonnal. Mert valójában megszabadítasz, csak nem feltétlenül abban az időben, amikor azt mi szeretnénk. Te tudod, hogy mit miért teszel. Köszönjük, hogyha ezt alázattal tudjuk elfogadni a te kezedből, meglátva, hogy véletlenek még véletlenül sincsenek, hanem a te mennyei jóváhagyásod kell előbb bármihez is, legyen az rossz vagy jó, de te a rosszat is a javunkra tudod fordítani. Kérünk, hogy te áld meg úgy ezt a mai napunkot, hogy tudjuk cipelni a terheket, tudjuk a próbáltatásokat kiállni, és amennyiben szenvedés várna ránk, akkor azt is hadd tudjuk csendesen hordozni. Köszönjük, amikor jó dolgunk van, köszönjük, hogy békességben élhetünk. Kérünk Istenünk, hogy te segíts meg azokat, akik tőled várnak segítséget, akár valamilyen megmérettetésben, felvételi, más egyébben. Akik betegségben hozzád kiáltanak, kérünk, te légy a gyógyítójuk. Ha jónak tetszik, te előtted mielőbb szüntesd meg a háborút, és áld meg úgy a hétvégénket, hogy egyrészt tudjuk a böjtöt tartani, másrészt tudjunk találkozni veled. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért meghallgatsz minket, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot és áldott hétvégét mindenkinek.